általában keményen dolgozom, figyeljenek oda rám. Tehát amikor én a próbateremben vagyok, én szerintem másképpen táncolnak a táncosok. Általában, amikor a próbaterem ajtaja bezárul, akkor ott nem gondolhat senki másra, csak az adott munkára. És amit tanultunk is annak idején, hogy ha még ma nem megy, akkor igen, bocsánat, ma még nem megy, de holnapra majd kigyakorolom. Tehát itt ez a törvény. A nevem Zsurávszki Zoltán, Zsurávszki. Mindig is kerestem, hogy mit jelent. Hát azt hiszem darvast jelent, darumadár a nevünk, és ez azt jelenti, hogy ragadvány név, mert egy nagyon nagy hangú. Tehát, hogy több kilométer elhangzik a darunak a hangja, és ezért mi Zsurávszkik lettünk. És a nagyszüleim, a nagypapa, a dédnagypapáik jöttek az 1800-as forradalom kapcsán Bemapóval, jöttek Magyarországra. Nagyapa az első világháborúban is kim volt, a galiciai fronton és az olasz fronton is. Édesapám kim volt Dónkanyarban, és aztán utána fogságban is volt, és haza vergődött, haza keveredett onnan. És hát én későn születtem 36 éves korában, egyszem gyerekként, édesapáméknak nem volt táncos kötődésük, de azt hiszem ez a hazafiságuk, a forradalmiságuk, a vezetői szerep, mindaz, amit én örökölhettem tőlük és hozhattam a családban, az megvolt, tehát az mégiscsak kiegészíti a jelenlegi életemet. Zoli bácsi Budapesten volt a Balettintézetben, és minket az évfolyamat meghívott Erdélybe, hogy találkozzunk nála. Én ezt nagyon komolyan vettem, tehát második gimnazista évem után, 16-17 éves koromban elmentem kőművesekhez dolgozni, kerestem annyi pénzt, és mondtam édesapámnak, hogy hát akkor köszönöm szépen, én szeretnék egy két hetet eltölteni Erdélybe. Fölpakolva a kis hátizsákomat, ugye Madéfalva elindultam Gyimes felé, és hát mi fogadott engem? Hát körülbelül 200-300 gyimesi ember kerekes táncolva forogtak ezen a zöld mezőn, gyönyörűen viseltve, beöltözve, és Kalóz Zoltán egy fotóapparáttal éppen így fotózta ezt a látványt, és így megkopogtattam a vállát Zoli bácsinak, jaj, de jó, hogy jöttél, most megyünk este Moldvába. Sokszor elutaztam Amerikába, nagy tanító körúton, két-három hónapos tanító, és mindig ide visszatértem, Gyimesbe vagy ide a Hargita lábához, tehát erre a vidékre jöttem gyűjteni, találkozni az itteni emberekkel, valonnan innen erőt meríteni, és akkor újra visszamenni a nagyvárosba, és akkor dolgozni ezen a közös munkán, ami minden magyar koreográfusnak a felelőssége, hogy mit tudunk ebből a kárpát-medencei közös anyanyelvből, tulajdonképpen törött tükröt cserepekből megvalósítani, összerakni. Élmény ide eljönni Csíksomjóra, ide a Nyerekbe. Egy kicsit nosztalgiázunk is, mert fiatal korunkban rengeteget jártunk ide. A férjem Gyimesnek nagy szerelmese és nagy értője is az ottani táncoknak. Én jó magam pedig a székelyföldi táncokból írtam a szakdolgozatomat. De pont idefelé jövet beszélgettünk Zsurával, hogy tudtunk annak idején fiatalon ennyiszer ide eljönni, rossz autókkal, minden. És mi jöttünk és gyűjtöttük a táncokat, és szerettük. De hát ma már egy kicsit nehezebb eljönni, de most is boldogan jöttünk. Most már egy egészen más felállásban, nem szegény táncgyűjtőnként, hanem egy nagy produkciónak a alkotóiként, részvevőiként. A Nemzeti Színházból hoztuk át a Csíksomlyói Passiót. Egy olyan csapat, egy olyan válogatott, tényleg válogatott, olyan fantasztikus gárda. Ezek a gyerekek, ezek a lányok, fiúk annyi életigenléssel, energiával, és hát nem véletlen, mert nyilván Zoltán ilyeneket válogat, és ilyeneket szed maga köré, mert ő is ugyanilyen ember. Ami meg a szakmaiságot illeti, hát nála jobb nincs, tehát lehet más csinálni, de ebben a műfajban ő a legjobb. Tanultuk, hogy táncoljunk színeket, vagy tanultuk azt, hogy mit jelent egy dobbantás, egy toppantás, tehát annak sok jelentése lehet. Tehát ez a szakmánknak a csinya-binya, hogy egy mozdulatban, egy karemelésben, egy ölelésben, egy ránézésben, a tekintetben, tehát ezeket mind-mind aztán hosszú távon, én mondtam, hogy a táncosaimnek én úgy is tartok koreográfiai szimpóziumokat, azáltal, hogy itt velem dolgoznak, tehát itt ők készülnek, és akkor ők azt hiszem, ők ezt gyakorolják is a saját együtteségben, tehát így tudom továbbadni azt a tudást, amit én akár esetlen magamba szívtam.